Na szevasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper vagyok, és folytatjuk a Mad Max-et, nem bírom tovább, kb. Fél órával ezelőtt került fel az előző rész, de már itt vagyunk a következővel. Na, kommentekre reagálnék, ittatok néhányan, Gamer Pingvin írta például, hogy ez nagyon Borderlands stílus. Igen, az a stílus, viszont ne felejtsük el, hogy Mad Max sokkal régebben volt, mint Borderlands. Ugye a Mad Max világából nagyon sok film, nagyon sok játék merített alap ilyen ihletet gyakorlatilag. Ugye hát, ha mondhatjuk úgy szerintem, hogy a Mad Max világból merített például a Fallout játéksorozat is, a Borderlands is, például a Rage is, nagyon-nagyon sokan, mert de igazából oda nézett, a konzervdobozt viszi a szél, nem hiszem el. Porzalmasan jó. És igen, és Mad Max nagyon régen volt, ugye Borderlands az kb. 20 vagy még több éve volt utána, szóval igen, az a stílus, de Mad Max-i az érdem, ő volt először. Na, akkor még beszéljünk arról, hogy írtátok, hogy akadt, bár nem hiszem, hogy vitte azt a konzervdobozt a szél. Írtátok, hogy akad a játék, igen, hát nem sikerült normálisan megcsinálnom ezt a felvételt ezelőtt. Az volt a probléma, hogy úgy sikerült, képzeljétek, nem tudom, hogy miért, de ez az engine, amivel ugye készült ez a játék, nem támogatta, hogy játékon belül tudjak felvételt készíteni. Tehát nem úgy működött, hogy elindítottam a játékot, és akkor tudjátok, itt méri az FPS-t is itt a sarokba, és akkor szépen veszi fel, hanem az történt, hogy ha elindítottam a felvételt, kifagyott. Nem fért össze a felvevő programmal az engine, és úgy kellett felvennem, hogy kiraktam, ablakba viszont, teljes képernyőbe ablakba fel kiraktam, és akkor úgy vettem az egész monitor képét, és ugye az nagyon-nagyon trén akarta felvenni, úgyhogy igen, akadt most már egy kicsit jó, jobb talán, úgyhogy most már normálisan sikerül rögzítenem. Na gyerekek, az a szituáció még, hogy ja, és írtátok, hogy nagyon rácsodálkozottam a dolgokra. Én, amit láttam a Mad Max-ből, jó, hogy túlságosan rácsodálkoztam a dolgokra, én, amit láttam a Mad Max játékból, az egy az, hogy én iszonyatosan tetszett a film, csak nem nagyon, na, nagyon tetszett a film, és nagyon vártam a játékot. Tehát, amíg meg nem jelent, addig néztem belőle a videókat. Tudjátok, volt ez az, azt hiszem E3-ból készült egy ilyen 10-valahány, vagy 20-valahány perces gameplay, ami gyakorlatilag nem is itt, nem is ebben a részlegben játszott, nem az elejétől kezdte, de és nem láttam belőle semmit. Írtátok, hogy nézzek ettől a videóstól, meg attól a videóstól gameplayt belőle, de direkt nem akartam, mert szeretem az ilyen first look dolgokat, de nagyon jól néz ki az a játék. És igen, rácsodálkoztam, mert szeretem, mert tényleg, mert rohadt jó ez a játék, gyerekek, hát menjetek a francba. Hát nem lehet erre rácsodálkozni, erre a tájra, most nézzétek meg. Ott arra a rohadt hajóra, és milyen atmoszféra effektek. Hát komolyan mondom, ezt csinálnak egy ilyen print screen. 5 évvel ezelőtt nem csináltak renderelt 3D-s modellt ilyet, nemhogy olyat, hogy real time ez működik, ez így van. Na mindegy, csapassuk gyereke, nem tudom mit kell csinálni, de biztos. Jaj. És átmászott a csávó, nem hiszem el gyerekek. Na, nyomjuk neki. Azt akartam mondani, ez az irányítással nem vagyok kiegyezve. Oda kell menni, ugye? Ez az irányítással nem vagyok annyira kiegyezve. Valahogy nekem nem az igazi. Az autó, remélem, hogy egy kicsit olyan izés. Egyébként, ha jól tudom, a fejlesztő csapat tudhatja magának a Just Cause nevű játéksorozatot, úgyhogy azért egy kicsit ilyen nagyon árkád. Ez mi ez a hely? Ja, hogy ez a garázs... ez a garázsom. És megint rácsodálkoztam, mert fogalmam sem volt, hogy... De tényleg ilyet írt valaki, hogy nagyon túlságosan rácsodálkozok dolgokra. Itt nem is a garázsom, hanem a rejtek helyem. Az már igen, és ki tudok szállni a rejtek helyem? Menjetek a francba. Menjetek a francba. Ez nagyon epik, jó, mi van itt, ez mi? Jaj, víz! És itt megtölthetem a piás izémet. Rácsodálkozok, mert nem, életemben nem játszottam ezzel. Ja, és ezt gondolom újra töltődik, és most nem is tudom maxra tolni. És, jó. Azt mondja, ez nagyon jól néz ki. És hova kell mennem? Olyan, amivel kellene beszélnem, most egyelőre nem, hanem körülnézek. Lehet itt, ez tiszta GTA különben. Oda nézzetek, milyen fizika van, lengett a izé, tehát, hát, nagyon next gen ez a játék, gyerekek, nagyon next gen, és borzalmasan jó. És mi van itt? Ez mik lógnak ott? Ott lógnak a V8-ak, mi gyerekek? Motrok. Jó van, gyerek, mindjárt megyek, na. Start mission. Milyen grafika, nem? És komolyan mondom, aki azt írta, hogy rácsodálkozok túlságosan a dolgokra, az egész végig fogja nem tetszését kifejezni ebben, amikor végigjátszom ezt a játékot, de mert én
Kicsit különben fel... Milyen atmoszféra effektek, ezek a részecske effektek, amikor így mennek. Ott egy új Werner, na jó. Magnum Opus. Ez az új Werner, ugye Magnum Opus. Ó. Hát egy kicsit, mintha hiányozna belőle motor, nem? Ahogy van benne. Hát ezt fel kell tuningolni, gondolom, alkatrészt szerezni hozzá. Milyen fényeffektek? Kurva jó ez a játék, gyerekek! Azt akartam még mondani, kicsit felhangosítottam a játékot, remélem nem fog ez túlságosan hangos lenni. Nagyon félek ettől mindig ilyen. Ez komolyan szerintem minden videósnak a rémálma, hogyha egyszerre rögzíti a hang és a videósávot, hogy nehogy véletlenül túlságosan halk legyen a beszédhang, meg hangos legyen a... tudjátok milyen hang a játékhang, meg ilyesmik. Aha. Uh-huh. Az milyen, hogy hogy meg vannak varva a gumik, látjátok? Ilyen futófelület pluszban rá van varva. És el is indult? Ne. Ez a Verda? Ah, oh, éjszaka van, nem hiszem el, de jól néz ki. Jó, és ott a kis izé, nevezzük egy csótánynak, ott kapaszkodik. Baró, nagyon durván néz ki, hol kell menni, anyád? Ez mi van ott? Arra kell mennem. Ez méletlen jól néz ki, és... nincs kézifékünk? Nincs kézifékünk? Nem tudok kézifékelni? De mivel kézifékel ez? Ammá igen, ahogy megrúg, gyerekek! Ammá igen, nagyon váz, ugye? Nagyon le van amortizálódva, nem? Most ott... mi az az autóikon vajon? Fogalmam sincs itt a dolgokra, sajnos. Az nagyon jól néz ki ez a sivatag, gyerekek. A motion blur kikapcsoltam rüellem. És most sokkal jobban élvezem a játékot, nem szeretem azt a motion. Ammá igen, mi az? Ízével lőttek rány. Lángszóróval. Mi az? Van üzemanyag? Menjetek a francba. Le vagyunk izéve amortizálva üzemanyag terén. Ott is egy hajó. Itt akkor valószínűleg izé volt. Mi? Itt óceán téma vagy tenger. Uh-huh. Ott van az izé szintünk. Hogy indul el gyerekek? Rúg mint a disznó. Nagyon jó. Mi az, hogy ott vannak üzemanyag kannák, ugye? Anyád ide nem lehet bejárni. Hogy indul a gyerekek? Hogy indul el még ezeket? Nézzétek már ezeket a fényeffekteket, menjetek a francba! És akkor megint írja valaki, hogy ne csodálkozzál már ennyire rá dolgokra. Hát nem bírom ki. Csávó, ez az, amit feszít ott? Gyursz? Őrizd az autót. Ez nem lehet ennek parancsot adni, hogy menjél valahova? És jobban nézem át a dolgokat. Mi ez? Az egy izé, valami főtenger volt, én úgy láttam, és üzemanyag tank. Üres, anyád. Ő is így nézte meg, hogy üres, ne! Rohadt állat. És ott is egy izé, mi ez? Ja, és kiírja, hogy ez ki van utolva 100%-ra. Ennyi volt. Ha menjetek francba, nincs üzemanyag. És akkor mi, barátom. Sándor, és ez respawnolnak a izé lootok vajon? Whoever was here is long gone now. Ennek a csávónak a szinkronhangjával nem vagyok megelégedve, rettenetesen szar lett. Nagyon durva, hogy a por száll a kerekekről, menjetek! Itt vannak buzik, nem? Kifogyott az üzemanyag? Ott vannak a buzik, na mindjárt nyakon csak fogjuk őket. Milyen azt a fényes rohadt életbe, így! Gyerekek, csbászik! Mi a szar? Mi a szar volt ez? Ide baszott egy követ a csávó! Mész a francba! Öcsém! Nem hiszem el! Oh my god! Lebasztam neki egyet! Az igen! Ne, ez a harcrendszer, ez megőrülök ettől egészen. Ez a harcrendszer, ez az atomkirály, nem tudom, mit, egy scrap. Mi az a tíz, hogy ilyen fogaskerékben megjelenik, vagy mi van ott? Scrap.
Ja, hogy íze ilyen szemét, vagy mi a szar az? Mi neki? Mi ez? Na nézd meg, és nem MTV, gondolom. Na. És, ó, oh, mi az? Oda került még egy? Az ilyen végtelenített? Ja, akkor itt mindig meg tudod tankolni. Jó. Droppolni tudom az ignit, ez mi? Csak hol tudom, hogy tudom megtankolni ezt? Ez mi? F, az mi? Jó, bazdra, nem ezt kellett volna. Ez volt a legnagyobb hülyeség, amit eddig elkövettem, már lehetek négyes, ígyunk egyet. Basztarolt tőled, mert kicsit felrobbantak előkben, ezítak. Jó volt, nem erre számítottam, azt imádom ezt a játékot, gyerekek, vegyetek a felévet, ez kurva jó. Mi a szar ez a játék? Hát mi? Ilyen játékot kell készíteni, menjen a francba komolyan minden játék. Jó, ezért azt ne nagyon nyomogassátok ezt az emberet. Hát, opám. És milyen csávónak kell vinni? Oda, oda hátra kell volna vinni, na? Hello, haver, vagy valami. Hogy kell megtankolni? Menj, nem hiszem el. Ja, ott az F-a repulja. Jó. Vazze. Ah, és ott, ott, ez nagyon tuti. Kéne hozni még egy tanka, vagy megtelik? Jó, de nem valami nagy tankunk van, 20 literes egy ilyen marmonkarna. És oda, oda csapta. És ezt fel lehet venni? Ja, nem veszi fel, mert üres. Hát menjen a francba. És ez a szél? Ah, oh, menj, nem akarok ezzel játszani életem végig. Mi van ott még? Ott még van valami. Ja, még el lehet rakni. Olyan szokatlan, hogy az R-rel száll ki. Mindig az F-fel akarok ilyen, nem tudom, ilyen GTA-s beütésű dolog ez nálam. Ott van még egy, azt meg akkor el lehet rakni. Store. Menjünk, menjünk, menjünk. Ez meggyújtottam az Epic volt, nem? Na, akkor. Hol rakja? Oda rakja és ott is lesz nekem. Ez komolyan, én mindig ilyen játékra vágytam. Ó, erre a játék... Ő egész életemben erre a játékra vágytam, most már tudom. Nyitott open world világ. Survivor téma. Posztapokaliptikus téma. Kocsik vannak benne. Ilyen bedesz kocsik vannak benne, hogy ilyen, ilyen, mint a, ilyen red gépek, tudjátok. Ennél többet én nem akarok. Itt szerintem ez az utolsó játék, amivel játszottam életemben, meg fogok is. Ez nekem örök életemben elég lesz, gyerekek. Jöjjenek a DLC-k, meg jöjjenek a kiegészítők, meg minden az vége. Hogy néz ki ez a játék, gyerekek? Hát komolyan mondom. És akkor még írja valaki, hogy rá, túlságosan rácsodálkozom. Hát menjen a francbe. Ó! Oh. És ilyen tereptárgyak meg minden, ami tök jól néz ki. Ott valami lootot elhagytam, vagy miért mutogatott ilyen kezet mutogatott? Lehet, hogy elhagytam. So sorry, hogy elhagytam. Amúgy írtátok is, hogy elhagytam lootot. Mi a franc? Mit kell itt? Nincs itt senki. Destroy gate. És a benzines kannát mutatja, hát akkor nem lesz nehéz rájönnünk, hogy mit kell csinálnunk. Gyerekek, annyira vágyom rá, hogy milyen autókat fogok itt vinni, meg lenni nekem. Ezt a csávot, ezt nem lehet irányítani, vagy mi ez itt örökre? Vagy lehet, hogy ha oda mennék hátra, akkor lehetne mondani neki valamit. Majd mindjárt kipróbáljuk, figyeljétek ki ez. Ó, barátom. Lerobbant róla az alsógatya is. És akkor miért nekem ezt ide kéne? Jaj, hát ez... Na, akkor az a baj, hogy a középségért gombom az elég olyan, hogy körülbelül 100-ból egyszer, ha működik. Úgyhogy lehet, hogy le kéne raknom. Komolyan, ez most ciki, de így van. Igen. Jaj, de jó, hogy megcsinálja helyettem. És ezek a tüzek, a lángok, ez kb. Olyan, mint a filmben, tudjátok, amikor... Leginkább, amikor átment az a Bigfoot azon a tüzön, tudjátok. Amikor felrobbant a tank, pont megnéztem egyébként a hétvégén szándékosan, mert rám vagyok függve az izére a játékra, mint az állat. Ott meg az mi? Ott nem a izé van? A filmben volt, tudjátok, a gáz, mit tudom én, gázváros. Itt vannak lutok? Ilyen helyen érdemes lutolni, vagy nem? Hagyjuk a francba. Catacomb, catacomb. Hoppa, valakit jönnek, vazze. Valami autók, vagy valami van. Mi a szor ez? Ó, ott is nem menjek, ez szerintem bomba téma. Na jó van, oké.
Nyugodjál meg azért, ember. Ezért kell keresnem. Alkatrészt ez a Verdához. Bazze, hogy még tuningolni is lehet! Jó, újra megijedtem, úristen. Ja, ez fel is robban, na jó. Hol van a kocsinak, ahol van a sérülése? Mi út ez? Mitől omlott össze, gyerekek? És mi az a lámpa? Kicsit nem vagyok képbe, hogy mik vannak itt. Itt is van trap. Ezek nagyon kemény trappek, hozzá még az oldás idején is, unokaöcsém is kikerülni, ha lenne. Mondjuk gondolom nehezedik majd. Az mi a szar? Olyan, mint egy embere. Mik potyognak? Mik ezek? Ez még mi ez? Autó? Jaj, felrobban, ja! Elfelejtettem, hogy igen, ezt most hülye voltam, mert elfelejtettem, hogy felrobban. Sikerült bekapnom a sebzést, nem tudom, ezt hogy kell javítani egyébként. Egy darab skuló van a sebzésemben? Jó, el vagyok látva, gyerekek. Nem akarok nagyon menni, mint... De egyébként kurva jó a... csúnyán beszélek, bocs, gyerekek! De nagyon jó az a játék. Ahogy most azt néztem, hogy ez a csótán csáló itt háttól itt izé szórakozik. Bazd meg! Jó van, oké. Visszaszívtam az uroka... órás unokaöcsés példát. Igen, visszaszívtam erősen, bocs, gyerekek. Ez kezd szopatni itt a rendszer. Na, de még robban itt mögöttem, mi van ma? Ha igazán odaérhetnénk, valami füstöl összem a Verdába. De legalább benzinek van, mi? Na, ide kellett jönni. Van itt hoppa, hoppa! Nem mondom... Mik ezek az omlások? Fizikai motor rendetlenkedik? Nem tudom, hogy itt mi lesz. Hogy vannak-e itt előnfelek, vagy mi a franc? Ez egy V8-as, jól látom, az van benne. A V, még V volt, de vagy 8-as, az nem tudom, mindjárt megnézzük. Ez a fickó az nagyon csúnya lett. Mondjuk szerintem karaktermodellt készíteni a játékban nagyon nehéz. Egyébként azt tudjátok azt az elméletet? Most gyorsan elpofázom, míg itt van ez az árvezető, hogy minél életűbb egy karakter, annál inkább idegennek tekinti az ember. Ez halál komoly. Most például, hogyha van egy babád, ami aranyos. Mondjuk, vagy van egy karaktermodell, ami aranyos, nem teljesen életszerű, hanem egy kicsit groteszk, vagy egy kicsit aranyos, vagy egy kicsit ugye ilyen eltúzott, mint egy manga, vagy akármi, akkor azt jobban elfogadod, mint hogyha egy ilyen full életű karaktert néznél, mivel full életű karakteren érzed, ott nézzetek, ott valaki van. Remélem, jobb fele jövök. A full életű karakteren érzed, hogy az igaz, hogy nagyon hasonlít az emberre, de mégse emberi, mégis valami. Ott van valaki, lesett a gyerekek. Mégse az igazi, és mik vannak itt? És ez jön belem, nem ugye? Jó. Ja. Akkor csak egy magunkba beszélünk. És így idegenkedik az ember tőle, értitek? Itt valami csapda lesz, gyerekek. Itt ránk rontanak 86-at. Ott mi az? Scrap. Mi az a 44? Életemben fogok rájönni, ez még mi az a madzag? Még jó, hogy nem lehet fölfele nézni. Abszolút nem tudok fölfele nézni. Ja, mondom, mivel csúszunk le, aztán sörétessünkkel. Jó, így először jött egy ilyen... Ott van megint az arc. De mi az ott? Ott meg jön egy ember. Flashlight, nem akarok sötétben maszkálni, gyerek. Jó, hát ezt kell meg tudnám nézni, hogy mi az a flashlight. Gondolom rájöttünk minden. Gondolom, F-fel lehet kapcsolni. Mivel lehet kapcsolni? Háromas gombbal lehet kapcsolni, gyerekek. Nagyon frankó. Nem szeretem az ilyen flashlightos dolgokat különben, amikor így izével, zseblámpával kell futkozni. Nem vagyok odaérte, őszintén megmondom. Ja, itt megint ilyen közé átmászás animáció, de rohadt jól megcsinálták, úgyhogy kell is ez nekünk. Az ott mi az? Motor? Nem lehet piszkálni? Nem, ugye? Bunyók lesznek keményen, gyerekek, de nem baj. Jó, ez jó, ez.
Ó, mi ez? Ó, válasszak izét, van itt. Itt vannak a izék felhúgatva, bazze. Ilyen. 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 Az a nagyon retes lesz, gyerekek. Ez a nagyon retes lesz. Ez lesz. Ez lesz. Nekem ez kell. Ez kell. Hogy kell? F az mi az show? Ja igen, itt lóg. Ah, mennyire jól néz ki, bazza. Yes. Ja, igen, itt most felkerültem, és akkor le tudtam engedni a kasznit. Nem tudom, ez a csába ez rágeszti a kasznit a Berdámra. Megnézem, valaki átulóan megtámad, van egy olyan érzés, és azt a rohadtél, de mi van itt? Meg kell küzdenem vele, úgy érzem, hogy... Mit csináltál? Space-szel tudok evédelni. Aha. Ezt nyakon vágom, hogy csetsz perc a gyerekek. És kiütöttem a kezébe. Ennyi voltál? Kés. Bazzek! Jettek buzik, na! Rottók kell koncentrálni itt, gyerekek! Simán nagyon lehet csinálni, csak koncentrálni kell nagyon, hogy mikor kell jobb gombot nyomni. Például most. Csak elengedtem én hülye. Ezt kicsit kivégeztem, hogy úgy érzem. Például ugye megvárjuk, és akkor a jobb gomb. Király voltam, nagyon jó volt gyerekek, nagyon bírtam. Szupi, gyűl, szupi, 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 szupi. Oh, nagyon beizgultak ezek a gyerekek, na. Ezt kéne tekernem, nem? Vagy mit kéne tekernem, gyerekek? Ne. Ja, egyszerűbb tekerni ilyen barátom, nem szétverni, mindegy. Akkor mi van itt? Ez a tűz az rohadt jól néz ki. Ha, el lehet engedni, jó, menjünk, oj! Közben felszerelte a csótánya izét. Verdára a kasznit. Jó van gyerekek, szuperek voltunk. Ott volt a víz, ott hagytam, tudom. Ó, jó volt, sikerült. És közben meg is javította, úgy látom. Meg mint hogyha valami autó rejtőzne, nem? Vagy én vagyok a hülye? Aha. Én voltam a hülye, bocs. Kösz, rendesek vagytok gyerekek. Ó, mi a szar ez az apadás? Jaj. Jó, de nézzetek, hogy kell izéni, hogy kell lőni, vagy valami? Kösz, fasz! Szivás van, gyerekek! Ja, így lehet jobbra-balra, ha jó, ez nem érdekel minket. Van baj, igen! Nem tudom, hogy merre kell menni. Van baj, gyerekek, mert... Mint a középső gombot ugye mutogatja, vagy rúgat. Csak az a nagy gond, hogy nekem az nem működik, úgyhogy ezt lehet kell konfigurálnom majd valamire. Úgy gyerekek, ilyenek voltak a izébe, a Fury Roadban, amikor támadtak legelőször a kamiont. Ugyanilyenek. Kicsit nem lehet gyorsabban menni, anyád. Ők nem lőnek még, ugye? Oh, de nagyon megszivattuk a csávot. Jó van, szuper, szuper, innen, itt. Miről beszélsz? Jó van. Kopridvek vagyunk, gyerekek! Aj! Tudjátok mit? Most egy kicsit pihi. És várlak benneteket a következő részben nagyon itt. Egész végig rácsodálkoztam mindenre, bocsit rácok, de nagyon-nagyon bírom ezt a játékot. Tehát ez borzalmasan jó ez a játék. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, tényleg tetszik a gameplay, nekem nagyon-nagyon tetszik ez a játék. Sziasztok!